Üdvözlök mindenkit a mai videóban! Ez a videó egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis a szokásostól eltérően most egy olyan modellbemutató következik, ahol nem mávos kocsit fogok nektek bemutatni, hanem itt a képen látható kettő darab Pikó gyártmányú PKP személyvagonnak a bemutatója fog következni. Ugye miért ezek a kocsik? Ezek a kocsik, hogyha megnézzük őket, és hogyha megnézzük a korábbi évek vonat összeállításait, akkor rá fogunk találni arra, hogy ezek a járművek jártak be Magyarországra éveken keresztül, sőt, találtam egy olyan felvételt is, ahol konkrétan ez a kettő fajta kocsi, ez a zöld másodosztályú és ez a Kuzet kocsi, ez a Helikon Intercity-be is megtalálható volt, egy fehérvári felvételt találtam, itt a jobb felső sarokra rákattintva meg tudjátok nézni. A Pikóról annyit kell tudni, hogy az utóbbi években nagyon-nagyon komolyan rákapcsolt arra, hogy egyre minőségibb és minőségibb termékeket gyártson. Ugye a korábbi hobbi szériához jött ez az Expert széria, és ez egy kicsit magasabb minőséget képvisel, mint a hobbi szériás modellek, viszont még így is nagyon kedvező árban találhatóak. Ezek a kocsik, ezek nagyjából egy ilyen 50 eurós árkategóriában vannak, tehát ilyen 18-19 ezer forintért kaphatóak meg, és most meg fogjuk nézni őket, hogy ezért a pénzért, ezért mit kapunk. Úgyhogy csomagoljuk is ki őket, és vegyük szemügyre egy picit. És itt is vannak a kocsik. A dobozból kivéve nagyon jó első benyomásaim voltak velük kapcsolatban. Egy szépen kidolgozott, kellőképpen részletes járművet kapunk a Pikótól. Most elsősorban most ezt a fekvőhelyes kocsit vettem elő. Nagyon szép festése van, szép a feliratozása, jól eltalált a forma, úgy gondolom, itt a tetőív ugye ezeknél a lengyel kocsiknál, ami egy kényes dolog, ugye ilyen trapéz alakú tetője van, a tetőn a tetőszellőzők is szépen rendben vannak, és ahogy látom, sikerült a megfelelő helyre tenni itt a tetőszellőzőket, ugye a fekvőhelyes kocsinál egy kicsit máshogy van az elrendezésük. Jól néz ki az alváza, és itt különféle alvázdobozok vannak. Amiket észrevettem, itt vannak ilyen kis furatok, valószínűleg ugye ezekkel tudnak variálni, hogy ugye a különböző alvázberendezéseket a különböző kocsi variációknak megfelelően ugye ide tudják bepattintani, beragasztani. A sima másodosztályú kocsi is hasonlóan néz ki, itt is egy nagyon szép egyenletes festés, éles szép feliratokat kapunk, ami egyébként nekem különösképpen feltűnt, az az ablakok. Ha megnézzük, ezek nagyon szépen ki vannak szerintem dolgozva. Ugye van egy külső ablakkeret, illetve van egy belső, és látszik az, mint az igazi kocsikon, hogy itt ugye a lehúzható része az egy picit másabb, és hogy szépen kialakították azt, hogy ott egy kicsit így vastagabb a keret is, ugye alatta egy picit besüllyed, úgyhogy elég szépen megfogta a Pikó ezt a részletet. Szép kis filigrán kapaszkodó, lépcső, itt a homlokfalon is tamponált minden. Jól sikerültek itt a kis berendezések is. Elég részletes lett itt a vagon vége is. Ami érdekesség, hogy itt az alváz dobozok is feliratozottak, tamponáltak. A Harris példát vehetne például erről, hogy így kell csinálni, így kell egy féknemváltót tamponálni, akkumulátorládát, illetve itt még a forgóvázra is jutott felirat. Összességében egy elég jól kinéző kocsi családot kaptunk. A forgóvázzal kapcsolatban inkább előveszem ezt a szürke aljút, ezen jobban látszik. Hát a forgóvázat is elég szépen eltalálták szerintem. Szép filigrán, itt minden kis részlet kidolgozott, éles, kontúros az egész. Ugyan nem külön alkatrészből, mint az eleménél, de itt a kis csúszásgátló jeladóit, meg egyéb kis
vezetékeket is ott megjelenítette a gyártó, és egész, egész szépen sikerült szerintem. Ami nagyon jó, hogy viszonylag könnyen futnak a kerekei, nagyon könnyen gurul a kocsi a pályán is, illetve hogy megoldották azt, amit a Harrisnek nem sikerült, hogy kivesszük itt a forgóvázat, látjuk, hogy van két ilyen kis bemarás itt, ahol elfordulnak a kerekek, és így nem ér bele az alvázba a nyomkarima, és el tud fordulni a kisebb íveken is a kocsi, nem reszel, nem kell vele olyan kis átalakításokat csinálni, mint a Harris kocsiával, hogy oda tenni egy alátétet, hogy ne akadjon meg az ívben. A kinematika is nagyon jól sikerült, szépen egyenesbe közel hozza a kocsikat, ívben pedig megfelelő távolságot tart. Megjárattam már a járműveket a pályámon, semmilyen problémát nem tapasztaltam velük, gyönyörűen elfutnak mindenféle ív kombinációba. Íves váltón, sima váltón, emelkedőre föl, emelkedőről le, akárhogy. Itt egyébként még egy dolgot így meg kell jegyeznem, itt látszik is, hogy az ajtón van egy kis tamponált felirat, ugye a Kuzet kocsiknál, az igazi kocsikon is itt van egy ilyen kis felirat, tehát a gyártó ezt is elkészítette oda rá, tehát ilyen nagyon-nagyon pici. Mutatok majd róla makró felvételt, hogy ez gyakorlatilag olvasható felirat. Hát igen, eléggé magasra tette itt a Pico szerintem a lécet ezzel a kocsival kapcsolatban. Nagyon jó árértékarányú vagonok készültek szerintem, és hogyha összehasonlítjuk a Harris vagy a NMJ kocsival, hát akkor azért nincs mit szégyelkezni a Picónak. Ugye ez a darab, ez itt egy NMJ kocsi. Ami érdekesség benne, hogy itt például az ablakokat, hogy megnézzük, ugye itt a Picóval összehasonlítjuk, szerintem a Picónál részletesebb lett itt. Ugye pont ez, amiről beszéltem, ugye a kis ablakkereteket, ezt jobban eltalálta a Picó, és filigránabb ugye az egész. A kocsi többi része egyébként ugye formailag viszonylag nagyon hasonló mind a két esetben. Itt talán a forgóváz az, ami a szembetűnőbb, hogy például az NMJ kocsijánál ugye ezek a kis, amiket mondtam, ezek a kis fék alkatrészek, illetve sebességjeladó, csúszásgátló jeladó, ezek külön alkatrészek, tehát ezek így fizikailag is elállnak onnan. Festésben egyébként meg kell mondanom, hogy ugye például ez az elemi és MÁV vagon, itt azért nem olyan szépek a kontúrok, nem olyan szép a maszkolás, mint mondjuk amilyen szép ezen a Picó kocsin. Illetve itt van ugye a Harrisnek a járműve is, ami érdekes vele kapcsolatban, hogy hát így súlyra, ha megfogom, így másfélszer olyan nehéz lehet a Harris kocsija, mint a Picó. Ami alapvetően nem lenne baj, viszont azért egy olyan pályán, ahol vannak emelkedők, stb. Azért ez a súly, ezért az meglátszik. Illetve a Harris kocsija, megmondom őszintén, ugye nem is gurul olyan szépen, könnyen, mint a Picó kocsi. Illetve hát a Harris kocsinál ugye a festéssel vannak bajok, ugye hát itt a magyar kocsit itt pont nem sikerült nekik ugye eltalálni az ajtót. Hát szerintem a forgóváz az kevésbé sikerült jól a Harris kocsiján, mint a Picón. Főleg azért, mert ugye ők úgy gondolták megoldani, hogy egy univerzális forgóvázat csinálnak, és itt például látszik, hogy itt van egy ilyen kis lyuk, ezt ide is lehet szerelni, oda is lehet szerelni. Ugye a generátorral is gondolom így játszanak, hogy melyik végére rakják a kocsinak, ez nem túl szép. Illetve ugye a kapaszkodók, ezt a Harris kocsiján, ezt én nem értettem, hát ezeknek így kéne kinéznie, mint itt a Picón. Tehát, hogy nem ilyen nagy bumszli valami, hanem ilyen kis szép filigrán kapaszkodónak kéne lenniük. Illetve hát ugye itt is ugye látszik, hogy az alvázon nem minden esetben sikerült tamponozni a Harrisnek a megfelelő kis piktogramokat, meg egyéb dolgokat. Egyébként ez az NMJ-nek se sikerült, tehát itt is ez simán fehérre lett festve az a két kis alkatrész, hát ennek nem így kéne kinéznie. Illetve itt a túloldalt se nagyon látom, hogy
foglalkoztak volna a tamponálással. Ami azért érdekes, mert az első osztályi kocsi meg sikerült azért pár dolgot ide fölvinni a forgóvázra is. Összességében azt kell mondanom, hogy a Piku elég szépen vette a feladatot, és egy nagyon szép, és szerintem üzemben is nagyon jól használható járművet tett le az asztalra. Egyetlen egy dolog van velük kapcsolatban, amit viszont el kell mondanom, az az, hogy a belső berendezésük az festetlen. Készítettem róla képet belülről is, és ott látszik, hogy nincsenek lefestve az ülések, egy ilyen egyszerű színű öntvényből van kialakítva. Ha az ember akarja, akkor ezt ki tudja festeni magának otthon, de ezt azért semmiképpen nem piros pontként írom fel a Pikónak. De mást egyébként nem találtam velük kapcsolatba, és annak ellenére, hogy nem festett a kocsik belsője, az látszik, hogy például a Kuzet kocsinál nem a sima másodosztályú belsőt rakták bele, hanem a Kuzet kocsiba való belsőt. Ugye itt a végén van egy külön kis fülke a hálókocsi kalauznak. Jön a kérdés, hogy ugye ezeket a kocsikat, ezeket mire fogom majd használni, meg hogy miért vettem ilyen PKP-s kocsikat. Sokat gondolkodtam ezen, és hát ugye, hogy mi a magyar vonatkozású modell, hát magyar vonatkozású lehet bármi, ami bejárt hozzánk, és közlekedett itt Magyarországon közforgalomban, és bizony ezek a kocsik, ezek közlekedtek nálunk, nem csak abban az említett Helikon Intercity-ben, hanem a Bátori Nemzetközi Gyorsvonatban, a Krakóviában és a Varsóviában is. Illetve más vonatokban is ezek előfordultak, hogyha az ember egy kicsit kutatgat, akkor viszonylag könnyen talál rá példát, hogy milyen szerelvényekbe lehet ezeket a járműveket besorozni, és úgy gondolom, hogy egy viszonylag jó értékarányú kis kocsival bővítheti az ember így az állományát, hogyha nemzetközi vonatokban is gondolkodik. Egy kicsit megszínesítik az asztalomat és a forgalmat ezek a külföldi kocsik is. Még tervezek majd venni egy első osztályt, illetve még egy ilyen másodosztályú kocsit. Egyébként egyetlen egy dolog, amit így, hát mondjuk úgy, hogy elnéztem, illetve nem nagyon volt rá opció. Ugye ez a kocsi, ez a másodosztályú kocsi, ez egy sima B kocsi, és a pályaszámból látjuk is, hogy az 50, az azt jelenti, hogy belföldi forgalmú kocsi. Ugye 51-51-nek kellene lennie akkor, hogyha ez külföldi forgalmú kocsi lenne, de hát megnéztem így a boltok kínálatát, most nem volt olyan, ami 51-es lett volna, illetve jellemzően csak a középszám csoportot írják, úgyhogy hát ez most egy ilyen kocsi lett, de egyébként pont így a keleti blokkban elég sok belföldi forgalmú kocsi is közlekedett annó az országok között, ugye külön megegyezés alapján átjárhatnak ugye a szomszédos meg az amelletti országba is belföldi kocsik, hogyha éppen nincs más. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!